Kedves nézőink, itt Cirmos Walter tévéshowjának rendkívüli kiadása. Csak önöknek, csak most. Percekkel ezelőtt a magyar bűnüldözés történetében példátlan incidensről kaptunk hírt. Ismeretlenek behatoltak egy zöld övezeti házba, és túszokat ejtettek. A rendőrséggel kooperálni nem hajlandó bűnözők mindenre képesek. Még arra is, hogy mi van már mennyi. Ja, értem. Kedves nézőink, a terroristák egyike hajlandó megszólalni a műsorban. Csak önöknek, csak mindegy, ezt tudják. Halló? Cirmos Walter vagyok. Mit kellene rögni? Na, itt vagyok. Kérdezzé. Először is köszönöm, hogy elvállalta, hogy szerepel a műsorban. Kérdezzé, mőcsém. Lazzel, jövök le az anyagról. Jó. El tudnám mondani, mit akarnak elérni ezzel az akcióval? Nagyon sok mindent, lényegében akármit, amit maguk fel tudnak ajánlani. Egy halom dolgot, chipset, kulcstartókat, képregényeket, ilyesmi. Még gondolkodunk. Mit szól ahhoz, hogy önöket a kormány, idézem a szóvívőt, ki fogja írtani, mint az állatokat? Hát, nehogy már, azért az tökre nem lenne fair. A Bush elnök által hirdetett terror ellenes háborút önökre is kiterjesztik. Mi a kapcsolatuk az Al-Qaidával? Figyelj, nem nagyon ismerem őket. Ki az énekesük? Amint önök is hallhatták, kedves nézőink, ezek bomlott elméjű, gúnyos, szadista állatok, akiket szarrá kell ölni. Már úgy értem, hogy a sportrovatot azt átugorjuk. És következzék rögtön az esti film, a címe Einstein meg a Shotgun. Jó szórakozást! Téptél nekem is sorszámot? Igen. Már előre utálom ezt a helyet. A gyógyszerszag miatt mi? Meg lehet szokni. Ne bámulj rám ilyen pofával. Kisvakond. Te félsz? Én? Hülye vagy? Ne félj. Téged is beengednek. Remélem ismer, ha nem. Ha nem, akkor én sem megyek. Köszi. De nem hiszem, hogy sok választásunk van. Einstein? Igen. Shotgun.
itt vagyok a Budaárba, te rohadék! Főnök, te vagy az, ha mit keresel itt? Jöttem, hogy dumászunk! Érted? Azért nem kellett volna betörni az ajtót. Lenne egy kis meló. Pont neked való, érted? Igen. Egy öreg ahol kezdtek, aki már nem mer kibenni az utcára. Mert azt hiszi, hogy aki futószalagon belezara, már semmi szükség. Csak te pörgeteted ezt a projektot? Na, emeld a seget, azt menjünk. Nem kérsz egy kis törköt? Vagy... Bocseket? Kösz, töményre nem igazán gerjedek. Na, emelkedjél, vár a küldetés. És mi lenne az? Az unokaöcsémről van szó. Érted? Rázzam gatyába. Igen. Tanítsa meg kesztyűbe dudálni. Fingasd meg! Ez az, amit akarok. Érted? Ha valakit én megfingatok, az általában a végén bebrunyál. Ezt ne felejtsd el. Nem számít. Majd gatyát cserél. Érted? Vedd fel. Az én nevem Shotgun. Hallottál már rólam? Kisessel vagy nagyessel? Csak úgy nyomod a poénokat, mi? Nem vagyok egy humoros alkat. Pofa súlyba, kisvakond. A nevem Nemecsek, de mindenki csak Einsteinnek hív. Ne kérdezz miért. Az én nevem nagyfarkú, kurva gyorsan ölő, töcskölő, megagyilkos. De mindenki csak Shotgunnak hív. Ne kérdezd, hogy miért. Gondolom az első nevedet nem tudják megjegyezni, mert túl hosszú. Én is inkább a másodikat használom. Befejezted, okoska. Mit? Úgy értem, hogy mire vagy kíváncsi konkrétan. Te most tanítani próbálsz itt engem? Ide figyelj, egyet szögezzünk le. Nem vagyok kíváncsi a makogásodra. Az, aki tanulhat, az csak te lehetsz. Értve? Értettem. Remélem is. Nem iszik alkoholt. Na, itt az első nagy probléma. Egyszer megevett egy konyakos meggyet. Okádott egész éjszaka, mint a murányi kutya, érted? Reformételeket eszik? Ez a fasság. Bazd meg, dobozból főz magának leves, meg ilyenek. Meg magukat zabál. Érted? Főnök, most egy mókusról beszélünk, vagy az unokaöcsiről? 13 évesen egyetem. Nem kakával gurigázol, mi? És most hány éves vagy? 19. Aztán mit csináltál az elmúlt 6 év alatt? Hát... ösztöndíjas voltam a Mannheimi Egyetemen. 15 évesen felfedeztünk egy gént a professzorommal, ami forradalmasította a vörösfejű cinóberfecskék repülési útvonalának megértését. Aha. Szereted a madarakat, mi? Én is. Liba az kifejezetten királysütve. És mi van ezzel az ideg összeroppanással? Ja, kórházba kerültem. Aztán ott tökéletesítettem az új generációs röntgengépet. Hát nem nagyon szeretsz a seggeden megülni, mi? Szeretem aktív állapotba tartani az agysejtjeimet. Ezt örömmel hallom. Mindig a komputer előtt ülés sakkozik. Sakkozol, amikor ilyen asztaltelítő mintájú táblára különböző babákat raknak, nem? Sok? Ja. Mondjuk soha nem értettem.
Hát ebből tényleg ki kell gyógyítani. Csaja, azt gondolom, az nincs. Az van neki. Hogy? Egy lányok, kivel együtt kezelték, ideg összeroppanással, amikor négyes lett a nukleáris fizika dolgozata. A csajt bent tartották. Leveleznek, érted? És most néhány szó rólam. Mit gondolsz ezekről a fogakról? Hát... tipikus vadállati fogazat. Marcangolásra kiváló. Vagy sört nyitni. Esetleg egy lakatot szétpattintani. Azt hiszem, mi nagyon különbözünk egymástól. Mikor annyi idős voltam, mint te, nem ültem egész nap a szopába, aztán tapisztam meg, csókolgattam azt a kurva kompjútert. Én kalandot akartam. Ezért is álltam be a Maharthoz. Egy agytrözt a gyerek, mi? Beszarok. De fogadjunk, hogy a csapat azt nem tudja egyedül kinyitni, ha nincs nála egy ilyen szögmérő. Hát... ez az én öcsiki. Vélemény? Lehetek őszinte? Egy tipikus balfasz Béla, aki kompjúterre sakkozik, stopperrel főz, kivégző osztag, nagyon egyszerűen meggyógyítaná. Valami ilyesmit vártam. Na. Aztán hajóztam fel le a Dunán. Az volt ám a buli. Srácok, amikor kikötöttünk, egyből rohantunk a kocsmába. Kinyaltam ám magam, mind a hét szentség. Sok egyszerű meg vedelt. Én meg inkább fűztem a pincércsajokat. Végül is nem beszéltem se jugóul, se románul. Azért a mozdulatokkal megértettük a lényeget. Hát épp ez az! Miért azt akarom, hogy egy kicsit gatyába rász, érted? Hogy megtanítsd az életre, ha? Ha mi nem segítünk nekik, ezek fölnőnek, elmennek valami tököm tudja igazgatónak. Aztán beszállnak valami pártba, politikus lesz belőlük, érted? Üvöltöznek a pódiumról, pofáznak a tiszta múltjukról, meg az erkölcsösségükről. Ezt közben meg érted? Az óvoda mögött a kislányokat a mercsóba, tudod? Na. Hát ez az, amitől én félek. És ez az, amit el akarok kerülni. Érted? Már terjedt a hírünk, főleg az enyém. Tudod, hogy hívtak azon a környéken? A herélő. Tudod miért? Hidd el, nem olyan nagy dolog az egész. Csak ráharapsz a fogazattal, aztán egy erős rántás a fejjel, és meg kész is van. Olyan az íze, mint a langyos marhalábszár pörkütnek. Sikamlós az egész egy kicsit. Mondjuk a végén már nem volt olyan kis szarfészek a Duna mentén, ahol ne hiányzott valakinek az egyik golyója. Ne félj, utána nem is kötekedtek velünk többet. Tudod, miért mondtam ezt el most neked? Ne nézzél már rám ilyen pofával, mert nem bírom. Tudod, miért mondtam ezt el neked? Nem. Hát azért, mert most kimegyünk terepre, hogy a nagy bratyid akarja. De ha nekem ott kín elkúrsz valamit, akkor ott a helyszínen kikapom a golyóbisodat. Értve? Igen. Hát akkor nyomás. Picsába tolás. Érted? Most aztán adtunk a reformkonyhának, nem igaz? Csak nem megfájdult a pocit kisvakond. Na nézzük csak, mit is ejtettünk a bendőbe. Volt egyszer egy babgulyás, sűrű volt, mint a tököm szőre. Aztán egy dupla töltött kápuszta, ahogy a ruszki mondaná, jól megtejfelezve. És ugye persze egy somlói galucsek. Bár ott szerintem a piskóta egy kicsit száraz volt. Na meg hát mondanom se kell, két üveg kőbányai. Sajnálhatod, hogy a galucsek előtt kimentél okádni. Mondjuk én tudnék még valamit enni. Csülökpöreszt. Lehet még egy pacalt is. Nem tudom. Te be ne okádjál nekem, mert úgy rúgrak csörrel, seglukom, mint macskát szarni. Mennyi szívj egy kis friss levegőt. Aztán közben vegyél nekem ott egy lottót. Állítólag most nagy a nyeremény. Hogy az anyád?
Na mi van, Kopernikusz? Hol a lottó? Na mi van, veszel magadnak is? Az én pénzemem? Nem. Jó, ha hagyjad, de ha nyersz, felezünk. Oké, Téboly, zöld fülű. Ez egy szertartás. Minden héten ki kell tölteni egy lottót. S tudod miért? Meg kell adnod magadnak azt a sanszot, hogy egyszer se gazdag legyél. És te, Shotgun? Jelen. Te mit csinálnál a nyereményen? Ha megnyerem, Ombre, azt hiszem, azt tudni fogod. Na, töltsük ki. Megvan. Nyer ötös. Megmutatom, de akkor nem ér ugyanazt beírni. Oké? Okay? Jól van. Na, csavart mi? Fura egy kicsit. Hát egy szeme bejött. Aha. És te mit húzol be? Vannak szerencsés számaid, vagy netán még meditálsz? Te még életedben nem lottóztál, mi? Szinte lehetetlen bevetett hiába való hit és vágyakozás mindig is halvány mosolyt csalt az arcomra. Mi? Most elottóztam. Nem hittem benne. Akkor meg most miért veszel lottót? Ráadásul az én pénzemen. Te is veszel, én is veszek. Te mondtad, hogy tanulnom kell tőled, hogy kell adni magunknak még egy sanszot. Jól van, kisrokon. Látom, hogy fejlődsz. Na, tölts ki, aztán nyomás, picsába tolás. Miért ezeket húztad be? 47, ekkor született az anyám. 13, ennyi macskám van. 19, ennyi éves vagyok, és 32. 32? Az mit jelent? Amikor kinyitottad a személyidet, egy pillanatra láttam a születési dátumodat. Onnan már gyerekjáték volt kitalálni, hogy hány éves vagy. 32. Öcsém, te nem is vagy olyan sötét, mint a néger valaga. Csak egy a bibi. Személyim hamis, vakondka. De díjazom az igyekezetedet. Ha már beixzeted a 32-t, akkor már hogy is hívják? Jó, akkor az ötödik szám... Anyád, azt nem ér, azt én már behúztam. De hát... Szájon lesz-e csattintva. Akkor tanácstalan vagyok. Mi a kedvenc számod? Pi. Mi? Pi. 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 Pipilni kell? Nem csodálom, amilyen egy szál belül vagy a vesséd egy pohár víz után felmondja a szolgálatot. Az enyém bezzeg mini szennyvíztele, bazzeg. Cirkulárok, méregtelenítek, aztán utána meg kristályvizet pisálok. Hűtve fogyasztható, abban biztos lehetsz. Na ne bénálsz, húzd már be valamit aztán. Na azért, miért a hetes? Nagybátyám azt mondta, hogy egy hétig kell kövesselek. Milyen ház ez? Lóvés Family. Fickó külföldön nyomja melót, az asszonyka meg valami dzsigolóval kufircel a város másik oldalán. És mi mit keresünk itt? Hát, mi vagyunk a betörők. Hát, nekem nem nagyon tetszik ez az egész. Nem is azért hoztalak, hogy tetszen. Azért hoztalak, hogy érezd az élet szagát. Ne vágd már ilyen pofát, mert pofán lesz-e vágva. Oké. De mi van, hogyha van itthon valaki? De nincs. Van ugyan egy lányuk, aki messzi innen tanul valahol a horizont mögött. Szóval nem bekakkantani. Az első dolog, amit meg kell tanulnod, hogy amikor megyünk előre a sötétbe, a lábaddal söprő mozgást végezve, nem nagyon elemelve a földtől, lépdelsz. Értve? Igen. Ki tudja, mit dobáltak szét a szobában. Gerebjét, dobot, dudát, medvecsapdát, vagy esetleg szarral teli bilit. A bilit meg lehet érezni, nem? Csak példaként soroltam, okoska. Értve? Igen. Akkor indulás.
Úgy, mintha korcsolyaddal szart akarnál elkenni a jégpályán. Állítólag ezeknek van egy-két érdekes cuccuk. Ékszerek, egy Philip Patek óra, meg ilyesmi. Megskubbantjuk. Érdekes. Mi? Ez a szobor. Ez a szobor sajátosan tükrözi a kőben feszülő energiát a művész mondandójának kifejezésére. Értékes? Nem hiszem. Akkor megszarok a művész tükrére. Bár jó hókon lehetne nyomni vele valakit. Nézzünk csak ide be. Em meg mi? Senki sem mozdul. Na, csak hogy felébredtél. Nem gondoltam volna, hogy egy csőre töltött fegyvertől úgy elájulsz, mint egy szűzlány. És minek kell egy betöréshez fegyver? Elővigyázatosság. Bár most végül is jó beleléptünk a kakába. Még semmi nincs veszve. Már ezek itt jó beletúrháztak a mákos tésztába. Úgy gondolod, hogy nem kíván tényezőkkel van dolgunk? Fényezők. Mibe gondolod, hogy ezek fényezők? Szerintem két hajléktalan meg valami kis ribi. Ja, és most mi lesz? Most az lesz, ami van. Ami meg van, az meg olyan lesz, ami még nem volt. Eddigi életemben olyan még nem volt, hogy valahogy ne legyen. Ja. Vagyis? Annál rosszabb nem lesz, mint hogy lenni szokott. Bár néha kurvára nem úgy lett, mint hogy lenni kellett volna. Aha, az biztató. De mi van, hogyha ez a fajta levés az átlagnál negatívabb outputtal lesz? Hát úgy értem, ami kijön. A végén. Megtudhatnám végre, mi az Úristen folyik itt? Rohadt kis Ribi. Na oké, egy egyszerű kérdéssel kezdem, hogy az ilyen nyamva, turkanyakú bélférgek is megértsék, mint ti. Ti mit kerestek itten? Hát ez jó parasztos volt. Röhögünk, szutyok, még így is? Á, te remélsz, hogy Grécsi Laci bácsi is bevólintana. Na szóval, ti keresni itten micsodát? Ti mit kerestek itt, basszus? Hát én itt lakom. Neked most nem a suliba lenne a helyed? Ha ezt a szüleid látnák, főleg, hogy itt kápszerezel ezzel a két punkkal. És ki meséli el nekik, majd te a stukker odda? Gyere már, vidd már ki ezt itt a klozetre, ezt a takjot, mielőtt még összeokádik itt mindent. Gyere már! Gyorsabban! Ki vagy te? Mindenki bohóca. Kiment a vér az agyamból egy pillanatra. Egyre kevésbé hiszem, hogy van agyad. Bár ha van is a vér, az biztos, hogy nem a pucádba ment. Na, lódíts ki ezt a punkot a klozetra. És ti? Te meg a haverod kik vagytok? Az én nevem Blues. A haverod meg Garbo, nem? Vagy Okádék már ott kinéz? Nem. Ő neve Hippi. Gondoltam volna. És te? Te ki vagy? Közöd. Veszel még tele a hangerőből, kisasszony. Barbie. Ilyen nevet? Elbaszott egy szüleid lehetnek. Na jó, ne bántsuk az ütődött papát meg a ringyó mamát, igaz?
És ti mit csináltok itt? Csak vagyunk. Hoztuk a cuccot Barbie-nak. Hoztuk a cuccot? Hoztuk a cuccot? Tudod, mit pofázol te itt össze-vissza? Nyomjátok itt a szennyet, a drogot, aztán amikor felnőttök, beléptek valami pártba, aztán ordítotok, hogy milyen jó dugni a kis csákokat a Zovi mögött a mercikbe, mi? Te hülye vagy, ember. Vagy te már próbáltad? A hippi bezárkózott a WC-be és hányt! Na és okoska? Hát írd le három példányba. De most telefonál! Mi? És te hagytad? Mi bezárkózott, nem tudtam! De! Nem gondolod, hogy mindjárt disznós rajt lesz a fejedből? Aha. Hát jó, hát persze, szarabb is. És mi van? Ki van a telefonban? Egy kicsit. Azt is muszáj volt azt eltépni, bátyám lett a búcsú koncert. Ki van a telefonban? A dealer haver, de hát nem a telefonban van senki. Férve egy telefonban. A kis kurva. Kurva anyádat! A hippikkel már Woodstocknál is baj volt. Flower, flower, a faszomat! Kihívtad a zsarukat? Ezért most kinyírlak, te geny. Én nem a zsarukat hívtam. Akkor kit? Tévét. Kit? A tévét. Einstein. Menj, kapcsold be ezt a zajládát. Bazzeg, hogy mindig a mi körzetünkbe kell ezeknek tüntetni. Jó. Ha miért nem mennek inkább a parlament elé? Annak úgyis most szeretnek fel új védelmi rendszert. Hová, hová? Hát a tüntetésre. Jó, az más. Akkor haladjanak, vagy vonuljanak. Hát nincs itt semmi látnivaló. Most kaptuk a hírt, hogy a város egyik zöld övezetében terroristák túszokat ejtettek egy lakóházban. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a rendőrség hermetikusan körbezárta a házat, és megpróbálják felvenni a kapcsolatot a bűnözőkkel. Az fasza. Az eset különlegességére való tekintettel tudósítónk végig a helyszínen követi az eseményeket, és minden új fejleményről beszámol. Most pedig következik az... Tudod, mit jelent ez a terrorista szarság a tévében? Mit? Nekünk lőttek. Nekünk kapáltak. Nekünk belefingottak a fürdőkádba. Lefosták a cipőnk orrát. Nincs több jegy a Fradi meccsre. Nekünk sűfíroztak. Na ide figyelj, Janis Joplin. Te meg ne bámulj rám ilyen pofával. Nagyon látom őket. Okoska. Neked jobb a beszélőkéd. Halló? Nem. Nem. Nem az én... Az én nevem... Meg ne mondd! Barom. Az én nevem senki. De a követeléseink?
Mi a követeléseink? Úristen. Úristen. Én nem nagyon hiszek benne. A tökéletes jóság manifestációjába vetett feltétlen bizalom vakbúzgóságba torkolhat. Befejezted? Pisztolyom mindjárt szádba torkolhat, kisvakond. Szerintem akkor kérünk lehetetlen. Ilyen úgyse lesz még egyszer. Te túsz vagy kurva anyád, pofa súlyba. Ne haragudj már, bocs, de szerintem nagyon igaza van. Időt kell nyerni. Mihez? Hát mondjuk azt tudod majd, hogy fogtok meglógni innen, hm? Majd kiderül. Jó, jó, de ehhez idő kell. Akkor húzzuk az időt. Igaza van. Oké. Mondd nekik, hogy várjanak. Várjanak! Azt mondják, gyorsan döntsük el, mert mobilról hívnak, és nagyon drága. Anyátok! Vártok, ha mondom! Oké. Valami ötlet, hogy mit kérjünk? Komár Laci jöjjön ide Elvis Tuszban, és adjon koncertet. Nem rossz, tovább. Szerintem meg hozzanak két jégkrémet. Jó, akkor hozzanak két tonnányit. Tovább. Szerintem meg Véres Alexandra hozzon ide 1 millió topless-be az ajtóba. Azt hittem azt fogod kérni, hogy ítéljék oda neked a fizikai Nobel-díjat. Na hát azt egyébként is megkapom. Szerény a kölök. Neked meg nem is szóltam, jó? Na jó. Tanulsz, öcsike. Úgy érzem, hogy még jó páros leszünk. Na, Jimi Hendrix, és ezt most te fogod elmondani a zsaruknak. Műholdas kapcsolatban vagyunk a helyszínnel, ahol munkatársunk jelentkezik. Szervusz, Antónia! Ez egy másik Antónia. Kérném a kollégákat, hogy csináljunk valami. Igen, igen. Szervusz, Antónia! Megtudtál valami új információt a Tooze drámával kapcsolatban? Az események elég különös fordulatot vettek. Ismerjük a terroristák követeléseit, és emiatt egy speciális, pszichológusokból álló csoportot rendeltek ide. Mik a követelések? A terroristák követelései, idézem, Komár Laci jöjjön ide Elvis Szerkóban, nyomjon le egy koncertet, kérünk 2 tonna magnum jégkrémet, és hogy... elnézést... Béres Alexandra hozzon topleszben 1 millió forintot az ajtó elé, különben mindenkit kinyírunk. Már, tehát különös, különös követelések, és mi a rendőrség válasza? Az illetékesek nem cáfolták, hogy mind az énekes, mind a fitness világbajnoknő kész segíteni a túszok életének megmentése érdekében. Köszönjük, Antónia. TV kikapcs. Rekord nyeremény a lottón. Már egy kicsit. Egyetlen 5 találatos szelvény van, nyereménye 1.367.456 forint. 7-es, 13-as, hát ez... Kusti! 19-es. Kit érdekelnek a lottószámok? 32-es. Szűz Mária, Szent József. És 47-es. Igen! 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 Einstein, gyere ide! Fele-fele, igaz? Mi van már? Ti nyertétek a lottót? Bezonyál! A nyertes még nem jelentkezett, amennyiben holnap délig nem derül fény a kilétére, a nyeremény alapba kerül, így a következő játékhétben is izgulhatunk. Micsoda? Hallottátok? Holnap délig be kell mutatni a szelvényt. Most hogy fogom elmondani a zsaruknak, hogy nem vagyok túlszedő, és van egy valak pénztérű lottószelvényem?
Rohadt punk. Fogadjunk, hogy többet voltás itten a béke demonstrációid miatt, mint szabadlábon. Én nem. Én tiszta vagyok, mint a ma született hó. Kussolj már! Csak semmi barátkozás. Bár... már úgyis mindegy. Azt se tudjuk ki a terrorista, ki a túsz. Beszélhetek veled? Na, mi van? Figyelj, gondolkodtam ezen a dolgom. Milyen dolgom? Azon, hogy juthatnánk ki innen úgy, hogy mindenkinek megérje. Aha, és hogy? Figyelj, a zsaruk nem tudják, hogy kik a terroristák, ugye? Ti abszolút tiszták vagytok, akár a blues meg a hippi is lehetnének, nem? Na jó, és ha valaki megkérdezi őket is, erők azt mondják, tehogy is, én túsz vagyok. Nem mondják. Nem mondják, hogyha kapnak 100-100 milliót a nyereményből, mondjuk. Ezt senki nem fogja elvállalni, és különben is miért bíznának bennünk? Figyelj! Mind a kettő csávónak amúgy teljesen tiszta. Volt régen egy kis fű, meg mint a most az egész balhé, de semmi különös. Lefutott az egész eset, akkor mi majd azt mondjuk, hogy nem voltak abszolút agresszívak, sőt, ilyen kifejezetten szerencsétlenül jött ki ez az egész, és ez végül is igaz is. De ráadásul ezt az egészet még alátámasztják ezek a követelések, amik abszolút nevetségesek. Oké, de hogy bízhatnak bennünk? A zsaruknak ez az egész sztori bűzleni fog. Most képzeld már el, két ilyen csontsomány, szerencsétlen némant túszul ejt egy csajt, egy fiatal srácot, még egy idősebbet, akinek ráadásul aktája van a rendőrségen. Szóval az egész sztori bűzleni fog, ezért mondjuk szerintem az eset után minimum a Priusost is figyelni fogják, nem véletlenül. Na és itt jön a képbe a bizalom. Bízunk el abban, hogy ez a két majom cserébe a 100-100 millióért befogja a száját. És mondjuk szerintem, hogyha mondjuk egy kis szerencséjük van, akkor mondjuk mit lehet, hogy fel is függesztik őket, szóval itt semmi különös. Oké, de hogy csináljuk? Hát nagyon egyszerű. Ezt a két srácot most beviszik. Ezek beszélnek az ügyvédeikkel, és megadnak nekik egy számlaszámot, meg egy telefonszámot. Az enyémet. Az ügyvédek felhívnak engem, megadják nekem a számlaszámot, én azt elmesélem nektek. Ti automatikusan utaljátok rá a lóvét, és ugye megtörtént az egész átutalás, akkor elfelejtjük egymást, mint a rossz számot. Hogyha nem, akkor szerintem a két csávó is dumálni fog, én is dumálni fogok, és akkor neked véged van, testvérem. És mi van, ha én szarok rá, hogy mit énekelnek a fiúk a zsaruknak, és nem utalom a pénzt? Nem hiszem, hogy leszarnád. Figyelj, pont most, amikor így keresel egy csomó pénzt, elutazhatsz külföldre, azt csinálsz, amit akarsz. Pont most rontanál el mindent. Jó, és mit adsz cserébe? Hát figyelj, 1 milliárd 400 millió, mínusz 200 millió, az 1 milliárd 2, osztva 3-mal, az 400 millió fejenként. 400 millió fejenként. Aha. És akkor megszervezek és lebonyolítok mindent. A terv pompásnak ígérkezik, azonban a megvalósításba vetett erőteljes kételyemet kifejezésre kell, hogy juttassam. Most mi a fasz csináljak, bazd meg? Nekem is szarszagú ez az egész. Rossz előérzet. Okoska, most azt magyarázom, hogy azt hiszük, hogy átbasszuk a zsarukat, aztán közben a végén nehogy két lapát tegyük a szart. Mi a fasz csinálnak ennyi ideig? Kábítóanyagok hatása alatt állnak. Ja, eszik a gennyet, azt nem tudnak ide figyelni. Na? Hát dumáltam velük. Már majdnem benne vannak, de... De? Hát keveslik az összeget. Kurva anyjukat, az ember a kis ujját nyújtja, mennyit akarna? Hát 100 millió helyett 101 milliót kérne. Kér? Ah, régi sztori, két éve még Depes módosos volt mind a kettő, és meg voltak bolondulva Depesnek a 101 című albumáért. Depes módosok? Aha. Az erőszak most nem megoldás. Most biztos, hogy nem. Na figyelj, akkor most oké a 101. Hát csak azért, addig mondjátok, amíg még itt vagyunk.
Amíg itt vagytok? Te hulladék! Ja, mert megyünk ki a konyhába kajerulni, aztán meg nincsen kaja, akkor meg kiugrunk valami non-stopba. Tudod, hova ugrasz te ki? Anyádba. Viccem is le! Ez beparázott, bazd meg. A kibaszott lézer viccelődés miatt. És mit kéne vele csinálni? Parázás ellen legjobb a pitbull tej. Mi az anyád? Pitbull tej, mondom. A nőstény pitbullnak a teje, csak nehéz lefejni, mert védekezik. És a tej az használ? Láttál már parázó pitbullt? Hé, te görény! Azt hiszed valami kabaréba vagy? Ha mondjuk a hűtőben van egy pohár tej, azt így bepróbálhatjuk. Ez egyre szarabbul van. Add el ezt a pohár tejet. Csigér után jól esik. Megérzi, megszomjázik az ember, tudod? Bazd meg, tudod, hogy foglak lenyomni most a tetűláda? Úgy, mint Fekete Laci a lángolt kolbászt. Itt, egy ültő helyembe. Most megbánod, hogy nem majomházba születtél. Hagyd már, hagyd a fenébe! Keltsük fel inkább a blúznál, garantáltan lőttek különben az egész tervnek. Barbinak igaza van. Nem megoldás az erőszak. De mit prédikálsz, okoska? Papnak hiszed magadat? Van még ég? Ja, az utolsó égkocka. Figyeltelek. Mi van, testvér? Testvéredám a pirosságű pávéján. Figyeltelek, te görény. Megettél vagy fél kiló jégkockát. Dehogy is. Én itt szétszervezem magam, hogy mindenkinek jó legyen. Te meg átbaszol. Miért nézel ilyen rémülten? Nem adtam naga elget. Lopva a szádba dugdostad őket, te áruló. Most kapsz egy sanszot, hogy megrágd a csapot. A test metabolizmusa hozzávetőlegesen 20%-kal csökkent. Azok az izmok, amelyek normális körülmények között a bőr alatti véredényekben áramló véráramot szabályozzák, megszűntek működni. Ha nem emeljük ki a vízből, nem sokára exitál. És akkor csődöt mondtunk. Nem sokára beáll az a család. Az már beállt akkor, mikor megszületett. Plusz! Miért kellett? Kus. Nem, a dugót! Nem fogok ez miért sérvet kapni. Végén meg elbassza nekünk az egész bulit. Azt hiszem, én fel tudom ébreszteni. Talán. Vegyük azt, hogy milliómos vagy, és bemész a sítre. Semmivel se különbözik a kinti élettől. Mindened meg lehet. Hifi cucc, nike cipő, csajok. De! Van egy rágótok. Felébredt? Thank you.
öcsém. Azt hittem, befagyok a jeges fürdőtől. De mi van? Én... De te el voltál ájulva, nem? Én csak... Kedves nézőink, ismét megszakítjuk adásunkat. Béres Alexandra készen áll arra, hogy topless-ben odavigye az 1 millió forintot a ház ajtajához, ha ezzel segíthet megoldani ezt a túszdrámát. És már, ugye, láthatjuk is, amint a fitness világbajnoknő közeledik a házhoz, hát valóban topless-ben. És most bemutatjuk azt a felvételt, amit a túszszedők juttattak el a rendőrséghez. Terrorista szervezetünknek az a célja, hogy az ország minden lakosa hallgasson rockzenét. A további céljaink pedig azoknak... Azért találtam egy papírt. Fasz gyerek, benne hagytad ezt is. Én nem. De én nem tudtam. Na igen. És minden rapper csukjanak börtönbe. Nem értem, hogy minek kell rángatni, hát tudtam, mit kell mondani. Tudtad a lófaszt? Nevelő pofon meg nem árt, hidd el. Aki meg szintetizátort használ, azt meg kössék fel. Ja, a technót pedig tiltsák be. Ja. Minden hidat nevezenek el. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne, Hydra, és csak az lehessen miniszter, aki legalább 2 évet nyomott egy bandába, és meg tud inni legalább 15 sört. Király. Öcsém, ez király lenne. Bazd meg, király. 2 ekkora állatot. A videó felvétel elemzése után a viszkis rabló elfogásában részt vett nyomozókat rendeltek a helyszínre. Egyikük nyilatkozata szerint nem akarunk pólókat látni. Hippik, zsaruk, 1-0 felirattal. A miniszterelnök a helyszínre érkezett, és személyesen vezeti majd a kommandó akciót a hippi terroristák ellen. Tudtam, hogy a kábítószer és a romlott rockzene áll a háttérben, nyilatkozta. Hát ez baromi jó. Jó, megkevertük a szart. Baszott király. De van még has is? Nem áll. Tele vagyunk, mint a déli busz. Tartogassuk. Na, zsarukat faszán behűítettük. Tuti, hogy azt se tudják, ki kivel van. Hát szerintem épp ezért nem nagyon kéne várni. Végén meg elindítanak valami túszmentő akciót. Beszéljük meg a 2 kábítószer függő fiúval, hogy mi legyen az események menete. Én is adtam bele Manit. A haska az enyém is, és a felét elszívom. Oké, srácok. Na, csak azt akarjuk mondani, hogy... Na, pöcsfejűek! A túszoknak kusa! Jajám! Az, hogy te vagy a túszedő baszod, még nem azt jelenti, hogy pofátlan is vagy, értve? Mi, mint túszok, mi is megérdemlünk egy kis emberséget. És mi nem. De milyen nagy a pofád mindig, mi csak ki akarunk mászni a szarból, te meg kereshetsz egy kis lóvét, erre folyton belém kötsz. Azt hiszed, mert te vagy a túszedő, elnyomhatsz, mint egy csikket. Na jó, csak csináljuk gyorsan, mert még egy-két ilyen pofon, és már milliók se kellene. Oké. Okay. Einstein? Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendőrség szakemberei valószínűleg észre fogják venni, hogy milyen cseles elterelő hadműveletet indítottunk ellenük, ha elegendő idő áll rendelkezésükre. Éppen ezért mi azt az opciót támogatnánk, hogy egy fél órán belül adjátok fel magatokat. Mi a problémája? Az a lényeg... Ne szóljál bele az okostóni mondokájába, hülye ringyó! Anyád a tütökes technós! Milyenne, ha egyszer hagynád őket végigmondani, hogy mi a mondokájuk? Micsoda, te közéjük állsz? Hát haver az ilyen.
Azt meg elfejted, aki két előzött a Jimmy Page koncerten nem mondta el, hogy te loptad el a bőrjakóját. Ez nem egységes, nem igaz. Nem én voltam. Leszorom ezt a Jimmy akárkit, meg a tüszi vadász bőrszerkóját. Pofátok súlyba, mert beleszállok. Szóval az a lényeg, hogy minél előbb adjátok fel magatokat, hogy túl legyünk már ezen az egészen. Oké, de mit mondjuk, miért akarjuk magunkat feladni? Azért, mert a Komár Laci lehet, hogy alacsonyabb élőben, mint a tévében? Tényleg, ez jó kérdés. Okoska? Hát, mi lenne, ha azt mondanánk, hogy lelkiismereti problémáik támadtak? Ezeknek? Mi ne? Mert nem, és befogtad. És ha beijedtek a kommandósoktól? Jobban hangzik, de akkor még kezdték el? És ha elfogyott a has is, és elvonási tüneteink vannak? Te nagyon hülye vagy. Te nem lehetnek elvonási tüneteik. Mindegy, akkor mondjuk azt, hogy rájöttünk, hogy a harc kilátástalan, hogy hülyeség volt, hogy nem érezzük jól magunkat, mint túlszedő, ami mondjuk igaz is, mert engem folyton megvernek. Ez hihető, jól van. Hé, hol a haska? Szemét! Kiloptad a zsebemből? Mikor loptam volna ki? Amikor aludtam. Lezsehúnytad a szemed. Tudok nyitott szemmel is aludni. Hogy? Műsorainkat töröltük, és élő egyenes adásban maradunk a helyszínen. Antónia? Legfrissebb híreink szerint a miniszterelnököt kórházba kellett szállítani, mert lából lőtte magát egy AK-47-es géppisztollyal a kommandó akcióra való felkészülés közben. Így az akció parancsnoka valószínűleg az eredetileg is kijelölt Hunyadi őrnagy lesz. Hunyadi a következőt nyilatkozta híradónknak. Szituáció van. Szakértőink szerint ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzet alakult ki. Itt a helyszínen óriási a feszültség. Úgy látszik, hogy a terroristák a megadást fontolgatják. Ez annál is inkább fontos, mert Komár László torka begyulladt, így kénytelen volt lemondani az itteni fellépést. Na de... Elég volt a maszlakból. Ezek begerjedtek. Oké, készüljetek! Látok. Mit gondolsz, kisvakond? Kinézetük alapján hihető, hogy terroristák. Aha. Egy-két vakzsarú talán beveszi. Kezdjük! Hogy a zászló nem mozdul, ez jelent valamit? Azt mondják nekem, hogy ez lehet, hogy csapda. Rázd meg azt a zászlót, mint a farkadat fognád! Különben szétlövik ezek a házad! Oké, kiabálj, hogy megadjuk magunkat! És a továbbiakban... Valamit hallok, igen, a terroristák látszólag meg akarják adni magukat. Remélem készen álltok. Akkor nyomás, picsába tolás. Jézusom, muszáj ezt. Most hát rá meg, gondolja Manira. Jó, de hát akkor is be vagyok szarva. Csak nem beszarni, sűrűn fingani, értve? Csak nyugi. Szóval srácok, bocs a pofonokért, de én már csak ilyen vagyok. Szóval köszi. Büszke vagyok rátok. Rég találkoztam már ilyen stram vagán gyerekekkel, mint ti vagytok. Ráadásul ilyen intelligensekkel, messze az átlag fölött.
Higgyétek el, látom a szemetekben azt a fényt, amit a legkeményebb hősök szemébe látni, ahogy dacolva mennek előre, minden akadályt legyűrve, és végül is elérik a céljukat. Ez az, amiért érdemes élni, és itt meg kell, hogy fogadjuk. Nem hagyjuk magunkat, hogy a gecik ledaráljanak. Igaz? Esküdjetek! Esküszöm. És most menjetek. Tudjátok, nyomás. Ilyet nekem utoljára Patakiat is mondott. Igaz, akkor 30 ezeren voltunk a stadionban. Antonia? Antonia? A két terrorista kilépett a házból, látni őket, ahogy... Oké, megadjuk magunkat, kapcsoljuk le a lámpát, jó? Megadjuk magunkat. Bassza meg! Kapcsoljuk le a lámpát, oké? Jó, kapcsold le a lámpát, légy szíves! Kapcsold már le ezt a kurva lámpát! Most mondom, megvakulok! Ez lehetséges, hogy egy elterelő hadművelet? Zavarodottnak tűnnek. A két befosítettű. Kapcsold már le azt a kurva lámpát! Nem érted, hogy megvakulok? Mit csinál ez az állat? Anyád, kapcsolj már le azt a kurva lámpát! Nem igaz, hogy nem érted, bazd meg, rendőr vagy, kapcsold le azt a kibaszott lámpát! Az egyik terrorista dűrhangot kapott. A rendőrség alakulatai reagálni készek. Jézus, lövéseket lett! De legalább nyertünk 200 millát. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I got misty just holding your hand. Walk my way and the thousand violins begin to play. On it might be the sound of your hello, that music I hear. I got misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Most pedig következik az Alkaida együttes.
hippi terroristák? Baromság. Fene tudja. Ezek itt legyet nem tudnának agyon csapni. Látszott néha csal. Vágd el azt ott? Köszi. Franz tudja, ezek a hippik egy deci kandásból leszopták volna John Lennont is. Nézd már, ennek protézise van. Szemfog hiányzik. Na, erről beszéltem. Ezek a hippik simán kiütötték ezt a szerencsétlen mukit. Hova jut ez az ország? Minden rendben? Köszönöm. Akkor feltennék néhány kérdést. Elnézést. Igen, igen. Igen? Az a telefon, amiben veled beszélünk. 7-es, 13-as, 19-es, 32-es és 47-es. Na figyelj! Én már 10 éve vetköztetek hullákat. Én már mindent láttam. Nekem már nem tudsz újat mutatni. Ezek ketten. Túszok. Na, de szépen megúszták. Egészen apró. Picikje. Kis aranyos, szeretnivaló lyukak vannak a koponyájukon. Ahol az agyuk kifröccsent. Hát, ami már különbet is. A jugóknál. Volt olyan, amelyik abba halt bele, valamelyik állat. Egész egyszerűen kiharapta a herélyét. Na ott, kilógott a cucc. A ruhákat odaadjuk a hajléktalanoknak. Nem sokat vesztünk vele, így szoktuk. Ők meg örülnek neki. Na. Aha. Shotgun. Üdvözlet a mennyben. Gratulálok, hogy felvételt nyertek. És mit kell itt csinálni? Semmit. Fizetés minden hét első napján. Fizetés is van? Hát persze. Mind minden rendes helyen. És tévé? Az van? Tévé? Az itt nincs. Pokolba. Ott? Igen. Legfeljebb majd kártyázunk. Szerencsejáték? Az itt nincs. A pokolban. Azt is lehet. És hogy lehet oda lejutni? Ott a lift a folyosó végén. Közvetlen összeköttetés.
persze. Mert aki nem bírja, az az első héten még lemehet. Néhányan lementek, mert a pokolban van tévé. Egész nap ismétlik a brazil szappanoperákat. Ezt a készülékeket nem lehet kikapcsolni. Hát, azt hiszem akkor én maradok. Helyes döntés. Na, térjünk a formaságokra, ott az ajtó a folyosó végén, arra kell menni. Gyerünk, 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 gyerünk. Fura történet, igaz? Nem esik meg minden nap. Butaság, kapzsiság, vak szerencse. Ezek mind közre játszottak itt. Hogy hőseink meghaltak. Nagy ügy. Többnyire megesik mindenkivel egyszer. De azért mi jó szórakoztunk, igaz? Volna még itt néhány történet. De jövő héten a pokoli a csatorna. Ezért csak 2 hét múlva találkozunk. De akkor ígérem, nem maradok adósuk. Addig is vigyázzanak magukra. És találkozunk 2 hét múlva, itt, vagy a képernyők előtt. Csak a beat meg a beat meg az eszelő shotgun. Lézzed meg a shotgun. Csak a beat meg az eszelő shotgun. Lézzed meg a shotgun. Csak a beat meg az eszelő shotgun.